Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. Mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unikum. Háttérinformációk egy csöpp eszenciával. Hetente új vendéggel. Vasárnap délelőtt 9 és 10 között. Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Fortuna Unikum május 7-i adásában, amelynek vendége, hogy beharangoztuk, Paksváros címzetes főjegyzője, dr. Blazsák Balázs, nagyon sok szeretettel köszöntelek. És azt gondolom, hogy lesz sok téma, amiről beszélhetünk, hiszen sűrű napokat él az önkormányzat. És kezdjük talán azzal, ami mindenképpen téged, mint a helyi választási iroda vezetőjét érint. Időközi választásokra készül a Várossuli János polgármester. Egyelőre két funkcióban van, tehát miniszterként is dolgozik. Beszéljük meg azt, hogy hogyan zajlik a dolog, tehát polgármester nélkül maradunk. Mi történik a helyettesítés kapcsán? Hogyan lehet új városvezető? Én is sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Hát a helyi önkormányzatokról szóló törvény egyértelműen szabályozza, hogy egy polgármester egyidejűleg milyen funkciókat tölthet be. Nyilvánvaló az összeférhetetlenség, ezért az ok felmerülésétől számított 30 napon belül, tehát június 1-ig polgármester úrnak ettől a tisztségétől meg kell válnia. Ezt követően a helyi választási bizottság kitűzi az időközi önkormányzati választás időpontját az ok felmerülésétől számított 80 és 100 nap közé. Ez praktikusan az augusztus 20-ai ünnepeket is figyelembe véve, ez körülbelül a szeptember első hétvégéje lehet praktikusan, de hát majd dönt ebbe a választási bizottság. Jó kis nyári kampánynak nézünk elébe. Hát igen, forró augusztusnak reméljük, most jó lesz a nyár. A eljárási határidők úgy alakulnak, mint egy normál ciklus végi választásnál, azaz épp úgy vonatkoznak a jelöltállítási szabályok, a kampányidőszak, minden eljárási szabály ugyanaz, tehát praktikusan ez azt jelenti, hogy egy szeptember elejét számolunk, akkor egy jó hónappal, bő hónappal előtte kell, tehát augusztus elejéig, július végéig bejelenteni, hogy ki kíván indulni, ezt oly módon tehetik, hogy ajánlás adnak le az választók 1%-ának megfelelő ajánlással. Tehát csupán 1%-ra van szükség. Igen, igen. Mire számítasz egyébként? Nagyon nagy gyakorlatod van, mert ha jól számolom, 26? Igen. 26 éve vagy a városi jegyzője, tehát egy-két választást már végig. Hát polgármester időközi még nem volt. Nyilvánvaló, hogy a nagyobb jelölő szervezetek, pártok. Vannak már városházi pletykák? Hát pletykák vannak, de ugye ami a választási iroda és a választási bizottság akkor kezd el ezzel foglalkozni, hogyha leadták a szigorú számadási nyomtatványon begyűjtött ajánlásokat. Ezt visszaellenőrizzük, és ha nyilvántartásba veszi jogerősen a választási bizottság, akkor lesz valaki jelölt. Nyilvánvalóan jelölt nélkül nem marad a város, hiszen van bejelentés már a Fidesz részéről. Más hírem egyelőre ebben nincs. Ha már ugye mondtad, hogy a Fidesz részéről, tehát az várható, hogy Szabó Péter alpolgármestert fogják a polgármesteri posztra jelölni, ő viszont megválasztott képviselő. Mi lesz akkor a képviselői mandátummal? Nem kizárt a egyidejű betöltése, akkor praktikusan, hogyha ő fut be, akkor egy fővel csökken a képviselőtestület. Tehát nem kell időközi. Nem. Nem kell. És ugye hallottunk már róla, tájékoztatást adott Süli János, hogy a helyettesítését ugye úgy kívánja megoldani, hogy általános helyettesként Szabó Péter látja el ezt a feladatot. Az átadás, átvétel és az, hogy nem polgármester vezeti, hanem egy alpolgármester a várost, akadályoz bármit, az ügyek folyását, van-e korlátozó intézkedés? Nincs. Tehát ezt is egyértelműen a jogszabályok szabályozzák, az élet produkálhat különböző szituációkat, mint most is. A polgármesternek a feladata kijelölni az általános helyettesét, ez megtörtént, épp úgy megy tovább az élet a maga rendjében, mint ahogy... Tehát nincs mondjuk aláírási... Nincs ilyen tehát se hatásköri, se kiadmányozási problémát ez nem vett fel a hivatal életében. Egyébként ugye említettük, hogy több mint negyedszázados tapasztalatod van ezen a téren. Tehát átéltél-e már olyan szituációkat is, amikor teljesen új városvezetés jött? Hogyne, hát ugye több polgármestere volt az önkormányzatnak. Mondjuk az mindig érdekes volt, hogy a képviselőtestület korábbi tagjai közül, tehát mind Herceg József, mind Hajdú János már volt képviselő korábban,
bizottsági elnöki tisztségeket, vagy más társadalmi tisztségeket is betöltöttek. Bur Imre volt az első ciklusban úgy, de hát ugye akkor még nem közvetlen választás volt, hanem a képviselőtestület választott, és nem is csak a saját tagjai között, hiszen Bur Imre nem volt 90-ben települési képviselő. A második ciklusában már ugye már volt tapasztalata, de akkor meg már közvetlen választás volt, csak az első önkormányzati választás volt közvetett, de akkor még 19 fős volt a képviselőtestület. De szép idők voltak, és milyen hosszú volt egy testületi ülés. Igen, igen. Ahhoz, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok, gondolom és látom is újságírói pályám alatt, hogy például kell egy nagyon jó apparátus, egy jó hivatal, ez pedig ugye ennek élén te állsz. Mi a helyzet most a polgármesteri hivatalban? Be vannak-e töltve az állások? Régi motorosok dolgoznak-e a kezed alá? Hál' Isten, vannak azok is, még örömtelibb, hogy vannak nagyon tehetséges és ambiciózus fiatalok. Hát nagy problémát jelent számunkra, hogy ugye az atomerőmű közelsége és a piac hatása miatt fiatal mérnök emberek azért hiány van, nem csak a piacon, hanem az önkormányzatnál is. Elsősorban a műszaki osztályon? Igen, elsősorban a műszaki osztályon, de hát erre már hiszem a paksi vállalkozók is panaszkodnak, hogy egyre égetőbb a munkaerőhiány, és ez úgy gondolom, ez fokozódni fog, hogyha itt beindul az érdemi beruházás, hiszen ennyi szakembert a szögről nem lehet leakasztani, úgyhogy ez a jövő zené, ez nagy kihívás az utánpótlás képzés. Szerintem itt komoly gondok lesznek. Uh-huh. És miben látsz megoldást? Látsz-e megoldást? Itt ugye hát az, hogy versenyképes bérekkel itt tartani a fiatalokat Magyarországon. Tud az önkormányzat? Az önkormányzatnál történtek például erre irányuló lépések. Ő 10 éve nem volt az önkormányzati szférában béremelés. Süri János polgármester úr és a képviselőtestület viszont úgy döntött egy éve, hogy komoly lépéseket tesz ennek a hátránynak a lefaragására. Történt béremelés. Hatását érezni lehet? Igen. Tehát lecsökkent az elvándorlás. Tehát nyilvánvaló az élet nem áll meg, ahol a piac egyéb területén, hogyha van béremelés, vagy az elszívó hatást jelent az önkormányzati szférára, de ez főleg a kis települések látják ennek a kárát, hiszen köztudott tény most már, hogy a környékbeli településeken lassan nem lesz pénzügyes. Gondolatolvasó vagy egyébként. Mert tehát ott viszont már katasztrofális a pénzügyi szakemberekben való hiány. Egyrészt az alulfizetettség, másrészt pedig a jogi szabályozásnak a változása, a munkaterhek növekedését nem lehet már ilyen alacsony bérrel bevállalni. Egyébként ugye említetted Paks 2-t, minden mindennel összefügg, mert például ugye az, hogy polgármester nélkül maradunk átmenetileg, ez is Paks 2-nek köszönhető. Viszont Paks 2 nagyon nagy hatást gyakorol, illetve sok feladatot ró az önkormányzatra. Elsősorban, tehát én nem is emlékszem olyan testületi ülésre az utóbbi időben, amikor ne lett volna valami ezzel összefüggő előterjesztés, és ugye a testületi ülések előkészítése is a te, illetve a ti feladatotok. Ez egy szép feladat. És nagy. Igen. A nyilvánvaló, ugye egy kettő szerep van, van az önkormányzatnak egy befogadó települési létéből való feladat, többlet. Ennek már látjuk, hogy körülbelül mi a terjedelme, de hát a munkaterhét még azért teljesen nem érezzük. Nyilvánvaló a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak fel kell készülnie, mind infrastruktúrális tervezésben, mind közfeladatok ellátásában, szolgáltatások fogadásának az előkészítésében. Tervekkel kell rendelkeznünk arra az esetre, hogyha itt ténylegesen beindul a beruházás, már pedig el fog indulni. Tehát a legutóbb tárgyalta például a képviselőtestület egy elkerülő útnak a szükségességét, mert ezt a telephelyet, igen, ezt a telephelyet meg is kell majd közelíteni. Az nem elég, hogy fizikailag, geológiailag, mit tudom én, hogy jó ez a terület, ahova megálmodták ezt az új atomerőmű blokkokat, ezt meg is kell közelíteni, ezt meg is kell építeni, munkásokat el kell helyezni, és azért örülök annak, hogy Süri János úrat bízta meg a kormányfő ennek a minisztériális szintű munka összehangolására, mert ő legalább rendelkezik helyismerettel, rendelkezik olyan kapcsolatrendszerrel, ami az önkormányzattal való zökkenőmentes együttműködést lehetővé teszi. Én úgy gondolom, hogy ezzel a városnak és a hivatalnak is élnie kell. Ez egy történelmi lehetőség a város előtt, hogy olyan szakember irányítja majd ezt a munkát,
aki tudja, hogy ez mivel jár, és ő már látott atomerőművet. És építeni is. És bizony nagy felelősség is, akár hogyha a ti munkátokra is gondolok, mert rengeteg dologban döntéseket kell hoznia ugye az önkormányzatnak, hol menjen az elkerülő út, hova lehessen lakást építeni, mi lehet az iparterület. Ebben egyébként a jó döntésben, meghozásában, előkészítésében kitől, mitől, honnan kaptok segítséget? Egyrészt a kollégák nagy része rendkívül jó helyismerettel rendelkezik, másrészt pedig nem titok, hogy különböző szakterületeken, hát külső szakértőket, mérnököket, jogászokat kell igénybe venni. Azért ez egy sokkal nagyobb munka, egy ilyen előkészítés, mint hogy egy polgármesteri hivatal a mindennapi ügymenet mellett ezt elő tudja készíteni. A következő testületülésen fogjuk tárgyalni ezeket a munkaanyagokat, amivel korábbi éveknek a munkája van benne, tehát most arra a start pisztolyád üldülésére lett időzítve, hogy ezek készüljenek el. És pont ezekkel a területekkel foglalkozik, a letelepítéssel, a szolgáltatás, egészségügyi, közművelődés, sport, szabadidő eltöltésével, és sok ebbében, például olyan szinten is nekünk foglalkozni kell a problémával, mondjuk, hogy az a több millió köbméter föld, ami kikerül a munkagödörből, az hova kerüljön. Na és hova kerüljön? Nem tudjuk, hát ezeket elképzelések vannak, de ugye hát ez több hatóságnak a együttműködése szükséges, bányakapitányság, helyi önkormányzat, hát épp, és éppen ezekre a munkáknak az összehangolására a 17-ére az Országos Atomenergia Hivatal például már összehívott egy országos értekezletet, hogy akik az újépülő erőmű beruházásának engedélyezésében, mint hatóság részt vesznek, azok legalább ismerjék meg egymást, ott mondják el, hogy a jogi szabályozásban, vagy a humán erőforrásban milyen problémáikat látnak, mit kell megoldani kormányzati szinten, mit kell munkáltatói szinten, mit kell település szinten, hogyha majd oda kerül, hogy itt több ezer engedélykiadásáról van szó, hogy akkor ne keressék a telefonkönyvben, na ez ki, kicsoda, hanem akkor tudjanak egymással konzultálni, és ne az eljárási határidők hosszabbításában törjék az agyukat, hanem a probléma megoldásában. Ez kezd komolynak látszani egyébként, örömömre, mert eddig azért egy kicsit úgy éreztük. Hát igen, eddig mindenki egy kicsit úgy hátradőlt, mert nem gondolták komolyan, én is úgy érzem, hogy majd lesz. Jó 14 telén történt egy megállapodás, de úgy, utána valljuk be őszintén, hogy reméljük legalábbis, hogy előkészítő munka folyt, de ez ugye nagyon látványosan nem jött le a mindennapi polgár számára. Két kérdés, az egyik az, hogy eddig nektek a hivatalban, az önkormányzatnál milyen témákban kellett döntéseket hozni, kellett-e már engedélyezni, stb. A másik az, hogy ez a hivatal ekkora apparátussal tudja-e majd a további a terheket viselni, vagy például lesz létszámemelés? Hát egyrészt, hogy milyen döntéseket kellett hozni. Ugye a képviselőtestületnek van egy jogalkotói kötelezettsége és feladata. Nekünk a helyi építési szabályzatot, ami egy rendelet, tehát egy jogszabály, amely szabályozza, hogy mit, hol lehet, milyen feltételekkel építeni. Most elég, tehát leegyszerűsítem a problémát. Ezt folyamatosan a szakemberek egyeztetik a Paks 2-vel. És ugye az egyéb vállalkozó igényekkel, hiszen itt most már nem a szocialista nagy beruházás lesz, hanem igenis a magántőke is meg fog jelenni. Nyilvánvalóan a magántőkének is vannak olyan igényei, hogy ők, hogyha itt pénzt ruháznak be, akkor azt haszonnal akarják megforgatni. Ez teljesen jogos igény. Nekik vannak telephely igényeik, nekik vannak infrastruktúrális igényeik. Tehát az önkormányzatnak ezekre föl kell készülni a terveit, az infrastruktúrát úgy kell kialakítani, hogy ezeket tudjuk fogadni, hogy ne máshova menjenek letelepülni. Ugyanakkor az önkormányzatnak például olyan döntést is kellett hozni, hogy ha már csökkent a gyereklétszám évek ezelőtt, akkor nem adja el mondjuk a ódát vagy a bölcsödét, hanem megtartja ideiglenesen. Mert arra számítunk előrelátó módon, hogy ha már beindul a beruházás és beindult, akkor egy kisebb költség ráfordítással vissza tudjuk az eredeti funkcióba állítani. Tehát ezek a döntések példálózva, ez mind önkormányzati feladat. És ugye mindvégig ütköznek az érdekek, mert mondtad, hogyha befektetik a pénzüket ide a vállalkozások, akkor természetesen ezt haszon reményében teszik. Ugye van a mondjuk úgy őslakosság, itt vagyunk mi paksiak. Érdekek ütköztek például akár a lakásépítés kapcsán. Nem egy egyszerű feladat ez. Hogyan álljátok a sarat? Én úgy gondolom, hogy a lakás, ez a társasház mizéria, építési dömping, ez csak részben kapcsolódik az atomerőművétéshez, mert azok a szakemberek, akik a beruházás első időszakában, tehát mérnökök, tehát a menedzsment, jövő menedzsmentje, ezekben a lakásokban lábukat nem teszik be. Azoknak teljesen más az elvárási igényük,
meg kell nézni a Mercedes járat, meg kell nézni a Nokiát vagy a Samsungot, ők nem ilyen lakásokban lakik a menedzser. Ez ilyen téves vállalkozó. Nem, ez ugye nem épül sokáig a gazdasági válság miatt lakás. Magyarországon Pakson se, Pakson azért van egy fizetőképes kereslet. Ennek szerintem egy töredéke kapcsolódik a spekulatív befektetéshez. Tehát ezek nem üres lakások, hogy azért veszi meg valaki, hogy majd bérbe, hogy ebben ténylegesen laknak. Ha már legalábbis megpróbálnak. De ez szerintem csak részben kapcsolódik az erőmű bővítés. Ez az erőmű bővítés, ez majd az fog kapcsolódni, amit az önkormányzat most fejez be, ötletpályázat révén megvalósult, és az önkormányzat ezt tervszintre fogja lebontani. Ez a Polák Mihály utcának a másik fele, amit megálmodott az önkormányzat, ott legyen az új lakótelep. Az már kapcsolódni fog az erőmű beruházásra. És ugye tervpályázatot írt ki, ez egy, nem azt mondom, hogy eddig példanélkül való volt, de most a mostani ciklusra igazán jellemző, hogy egyrészt igyekeztek a szakmát is megszondázni, és az ötleteket bekérni, illetve egyre gyakoribbak a lakossági fórumok, már a beruházások tervezési időszakában is. Ez a munkamódszer jónak bizonyult, nehézkesen megy, hogy látod? Nézd, a demokrácia az igen egy akadozó, nehéz és drága dolog, de még mindig ez jár a legkevesebb konfliktussal. A diktatúrák nem vezetnek sehova, hogy az mindig annak valami robbanása a vége, és egyrészt a jogszabályi előírás is, tehát az eljárási rend is sok esetben a lakossági konzultációt, a lakosság mint ügyfélként való bevonását igényli az eljárásban. Ennek az egyik formája például a lakossági fórum. De én úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb előre megbeszélni egy lakóközösséggel, aki ott potenciálisan a hatásterületén él, hogy mit tervezott egy beruházó, adott az legyen önkormányzat vagy más, mint hogy utána, mikor már terveknek költöttek pénzt, már maga az eljárás folyik, akkor derüljön ki, hogy micsoda hatalmas ellenállás van, ott is rüellik az egészet a környében lakók, mert azért senki ne legyen a másiknál okosabb. Tehát én szerintem ez egy praktikus dolog. Én nem véletlenül írja elő a jogszabály is, hogy például az üzemidő hosszabbításnál is, a régi paksi egyenlőműnél is az eljáró hatóságnak közmeghallgatásokat kell tartania. Ebben a hónapban is lesz, úgy tudom, a városháznál. Tehát ezekre a beruházások azért egy nagyon nagy hatásterülettel rendelkeznek, és itt gyakorlatilag érintett a lakossági széles köre is. Ha nem véletlenül például például az új erőmű építésénél, ugye mi országhatáron túlnyúló hatásról is beszélhetünk, ugye hát itt több országban tartottak közmeghallgatást a környezetvédelmi engedélyen. Úgy tudom, még Németországban is. Igen, emlékszem erre a dologra is. De ugye sokszor beszélünk róla, és te is említed, hogy mekkora hatással lesz. Nagyon nagy hatással lesz a városra. És rendben van, hogy ez egy fejlődés, de ezt ugye valahogy mederben kell tartani. Tehát, hogy utána is élhető maradjon a város, amiről már sokszor szó esett. Mi itt egyébként a vezérel, például mondjuk a lakóterület kijelölésnél, az iparterület kijelölésnél, tehát hogyan szabja meg az önkormányzat, hogy hol mit engedélyez? Hát az erre van a helyépítési szabályzat, ami már a végeredménye egy ilyen település fejlesztési tervnek, ahol az önkormányzat eldönti, hogy pont ezek, hogy hol legyen lakóterület, hol legyen szabadidőközpont, hol legyen iparterület. Azért Paksnak elég speciális a földrajzi helyzete, mert a Duna ugye természetes gát, a maga a régi városrész is megszabja, hogy az a nem célszerű, és maga a földrajzi szerkezetés, a sánc egy stb., hogy arra nem célszerű iparterületet létesíteni. Tehát marad a déli irány, meg az erőmű is. Meg az erőmű közelsége, meg a gazdasági érdek is az, meg valljuk be, hogy ott azért aranykorona értéket nézzük, ott azért igen gyenge minőségű. Tehát nem jut el. De hát mire számíthatunk, hogy konkrét legyen a kérdés? Mert ezek nem titkos anyagok. Jó, csak azért kérdezem. Akkor mondom. Tehát, hogy hol mi épülhet? Tehát például az ipari park alatt Töldérre potenciálisan ott lesz az iparterület, oda fogja a képviselőtestület javasolni, folyamatban van már döntés előtti helyzet. Mekkora területet, mennyire szabja át? Első lépcsőben ugye az önkormányzat vásárolt már az korábban iparterületként kiszabályozott, az Opel alatt terület az egy 15 hektáros, és most az önkormányzat a rendezési terv módosításával mindegy bő olyan 20-30 hektárnyi területet jelölt iparterületnek. A polgármester úr a beszélgető azt mondta, hogy Novovoronyezsbe, ahol hasonló erőmű épül, ott kb. 70 hektár iparterület szolgálta ki a bővítést, de hát nyilvánvalóan számolni kell azzal is, hogy van azért az erőműnek egy üzemi területe is,
ahol a beruházó gondolom egy csomó tevékenységet a kerítésen belül fog megoldani. Tehát úgy döntött a képviselőtestület ilyen informális megbeszélésen, hogy most kijelöl az ipari park alatt egy nagyobb 20-30 hektár, most pontosan nem tudom, területet, és amíg ez nem telik be, addig újabb iparterületet nem jelöl ki. Csámpa lakóövezet marad, vagy ipari területté válik, vagy nem érinti ez a dolog olyan? A lakosság, tehát első körben most nem. Hát nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Volt ott egy lakosság igény, hogy ahol kisváros, ahol falusias környezet van, az maradjon annak. A jelenlegi városvezetés ezt akceptálta. De hogy én arra nem tudok kötelezettséget várni, hogy 5 év múlva mi lesz. Én a jelenlegi szabályozásra. Ugye, tehát nyilvánvaló az önkormányzatnak reagálnia kell, reagálj, hogy vannak igények. Vannak igények, nyilvánvaló, hogy az önkormányzat ugye ennek a településnek az érdekéért van, nem kíván lakóövezetbe nagy zajhatású ipari tevékenységet beleerőtetni, mert minek nem azért vagyunk, hogy gerjesszük a konfliktusokat. Az iparterületnek az iparterületen van helye, a lakóterületnek, a társasháznak meg szerintem a lakótelepen, de hát sok befektető meg a vevők nem úgy gondolják. Hát ez az én vélemény is csak egy a sok közül. Az önkormányzatnak valami hamarosan most napvilágot fog látni, az a település képi elképzelése, hogy esetleg, ha jut rá pénz, akkor egy új városközpont, amire volt ötletpályázat a konzervgyár területén, a szabadidő sportközpont, ugye ahol már van ilyen, fönt az Ase csarnok és az Ürgemező széle, tehát az Uszoda környéke, S1, az ott van a futópálya, ott van egy gyönyörű park, ott szólt lenni a Majár is, és legutóbb. Tehát minden a helyére kerülne, és hát az elkerül út meg, ugye, ami most sarkalatos kérdés, hát az az első, hogy a forgalom ne jöjjön már be a városközpontban, mert pénteken nincs lehet közlekedni. Igen, meg egyébként is nagyon aranyos, hogy elkerülő útnak nevezzük azt az utat, ami jön ugye a déli irányból, és elmegy az óvodák, a bölcsők, hát az idősek. Hát az nem elkerülő út gyakorlatilag. Az, annak szoktuk becsülni. Igen, annak hívják a paksiak, de az nem az igazi, aminek meg kellene elvalósulni. Akkor fokozzuk most az izgalmakat, nem áruljuk el, mert úgy tudom, hogy a tervek közül egy útvonalat, egy nyomvonalat elfogadott már a testület, de szusszanunk egyet, egy levegővel ennyit tudtunk beszélgetni, de maradjon mindenki velünk, zene után jövünk vissza. Kuriózumok és a mindennapok. Ismételten sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm vendégünket, dr. Blazsek Balázs, címzetes főjegyzőt. Azért vagyok ilyen tempós, mert ugye az első blokkban is ilyen tempóban beszélgetünk, mert annyi minden történik, és olyan izgalmas időszak előtt áll Paks. Egyébként most hadd kérdezzelek, nem mint jegyzőt, hanem mint Blazsek Balázs paksi polgár. Te hogy éled meg ezt, és mire számítasz? Mert rendben, hogy ez az évszázad beruházása, meg az ország szempontjából fontos, de mit gondolsz, hogy a mi életünkre, a gyerekeink életére milyen hatással lesz? Hát ugye nekem van egy ilyen déjà vu érzésem, mészerűen én gyerek voltam, amikor épült az első atomerőmű. Mi még biciklivel mentünk az atomos tóra, az volt a hidegvizes csatorna, nem volt összekötve a Dunával. Aztán amikor a finis volt, akkor már én katona meg egyetemista voltam, amikor elkészült, akkor kerültem haza, de hát látványos volt az a változás. Egyik évvel még számháborúztunk a lakótelep helyén lévő kukoricásba, mint úttörők, utána pedig ugye kinőtt egy lakótelep, ami azért valljuk be, őszintén megállta az idők próbáját, egy élhető lakótelep jött létre, most már hatalmas fákkal, de most is látszik, hogy akik akkor megtervezték ezt a lakótelepet és megépítették, a akkori körülmények között a hiánygazdaságban azért előrelátók voltak, mert egy zöld élhető élettérrel teli. A mai napig ezzel egyetértek. Ezen csak javítani szeretnénk, tehát ezért is írt például az önkormányzat a Polák Mihály utca végére ötletpályázatot, hogy ha a lakótelep létesül, ezt már nyilvánvalóan nem a beruházó fogja megépíteni zömében, és nem is az önkormányzat, itt már a piac, tehát a befektetők magántőke fogja hát, megépíteni ezt, hogy mi olyan vezérvonalat adjunk, olyan elképzelést, hogy az is egy 20 év múlva is éve. Mit gondolsz? Ugyanolyan lesz most a változás? Más lesz? Kisebb lesz? Nagyobb lesz? Ugyan érint bennünket? Szerintem a változás azért lesz minőségileg más, mert itt már az egyénnek az anyagi helyzetére is kifoghatni. Gondoljunk arra, hogy évek ezelőtt, mikor csak meglebegtették, hogy épül a Paksi atomerőmű folytatása, akkor a lakásárak ugyan nőttek meg. Aki venni akart, hogy ez rosszul járt, de valljuk be őszintén, hogy itt mindenkinek a vagyona fölértékelődött. Mi Komlón egy panellakás 2,5-3 millió forint, Pakson 12-13 alatt nem lehet kapni. 14-15, és mire kimondtad lehet, hogy ennek hol van a vége? Nincs, ennek nincs vége.
ennek a tehát ez még följebb fog menni. Igen, csak az a baj, hogy a szakértői, hát a fiatal, hát egy megoldás van, hogy többet kell fizetni a fiataloknak. Tehát a szakma most előre állt olyan 400 000 forint fölötti újépítési négyzetméter állat prognosztizál. Tehát ez a városra való hatáson, ez minőség más lesz, mert még régen el lehetett egy barakszállásba, emlékszünk a Május egy utcába, vagy a lakótelepen az ideiglenesen fölépített barakok, amik még most is állnak, helyezni munkásszállót, meg egyébként ma már nem fognak tudni az ide jövő alvállalkozó cégek berakni egy barakba 8-10 vaságyas érőhelyes szobába melósokat. Mert nem jönnek ide. Ma már teljesen más az igény, nyitott a munkaerőpiac, ma már azt mondja egy hegesztő is, egy minőségi hegesztő, hogy ha ennél többet keresek Ausztriába, akkor oda fogok menni. Tehát teljesen, mert most már nem úgy működik, hogy kivezényeljük a építő alakulatot, és akkor építjük az utakat, vagy kis védnökség alá helyezők, és akkor jönnek a fiatalok építőtáborba. Ez már nem így vagy fog. Vagy a honvédség. Tehát azt mondom, az építő alakulatok. Ja, igen, bocsánat. Ez már az én női agyam ezt értette rögtön. Ez nem így fog működni. Tehát megváltozott a munkaerő utánpótlásának és a munkaerő minőségének is a színvonala. Teljesen mások az elvárások. Ezeknek az igények... tőle, tehát nagy munka lesz, de az eredményétől, a hatását különösen. Nem, mert ugye remélhetőleg, amit említettünk, hogy a beszélgetésünk elején, hogy egy miniszteriális szintű vezetést kapott ez a beruházás, aki az a személy azért a rálátással bír erre, a Süli János azért rálátással bír a környék problémáira, ismeri a környékbeli települések vezetőjét, és ő is nagyon jó tudja, illetve az ő egyik elve az, hogy azért ezeket a feladatokat, ezeket porlasztani kell. Ez egy állami nagy beruházás, azért vannak a környékbeli településeknek is olyan lehetőségeik, amelyek lehet, hogy célszerűbb, ha Paks átenged nekik. És mi csak elviselhetőek legyenek a terek, és a mi célunk az, hogy itt végül is majd, mikor az üzemeltetés beindul egy 10-11 néhány év múlva, akkor az a lakótelep maradjon itt, az a szakembergárda maradjon Pakson lakósként, aki majd üzemeltetni fogja ezt. Még egy ideiglenesen felépített barokváros, ne viseljünk el 30 évig. Igen, no és akkor ugye beszéltünk az elkerülő útról említés szintjén, és beszéltünk ugye erről a tervpályázatról. Az elkerülő útnak most már akkor megvan a végleges nyomvonala? Hát én azt mondom, hogy tehát megvan egy nyomvonal folyosó. Ezen a léptékű térképen, amin elfogadta a képviselőtestület, hogy el fogja fogadni majd, hogyha jóvágyja a hónap végén ezt a szabályzatot, ez nem méterre van kijelölve. Csak azért, hogy nagyságrendileg, hogy a mostani elképzelések szerint akkor milyen lesz a közlekedés, hol megy ez az elkerülő út, és hallottam olyat, tehát mennyire kerülje el a várost, mit mivel köt össze? Tehát gyakorlatilag a mostani hatos útnál, hogy az északi bejáró környékét a gondolatban egy félkörre összekötjük a focipálya fölötti Tecei úttal. Tehát elkerüli. Nem a Gesszenyi és úton és a Csaló közelőtt fog lejönni ez az út a vízmű előtt. Tehát nem ez, ha elkerülő... Tehát tényleg elkerüli a igen, város. De én nem tudok helyrezi számra. Nem, most de. Jönnek hozzám teljes joggal a lakosok érdeklődni. Én mindenkinek a kezébe adok egy fénymásolatot a testületi anyagból, hiszen ezek nyilvános anyagok, de én azt most nem fogom megmondani, hogy pontosan. Ha majd a szaktervezők nekilátnak a közművek tulajdonosai egyeztetni, hogy hol megy ott egy gázcsonk, hol megy ez, az, amaz, hogy jobbra-balra 5-6 méterre hol fog elmenni. Én ezt nem tudom megmondani. És az sem, hogy az űrgemező előtt mögött. De az űrgemező előtt a strand mögött. Tehát nyilvánvalóan ennek az útnak nem csak az elkerülés a lényege, hanem az, hogy ráfűz. Így van, rákössük a Hidegvölgy utcát, a Virág utcát, a Malomhegyet. Mert hogyha Malomhegyen is valaki még építkezni akar, akkor lassan 8 és 4-9 között nem lehet lejönni a Malomhegyről, és nem lehet följutni 4 és 5 között. Hallottam olyat például, hogy volt egy olyan javaslat, hogy a Dózsa-György út legyen egy irányú? Hát ötletpályázat szinten, mikor ilyen közlekedési koncepciókat tárgyalnak, akkor a legvadabb ötletek jönnek elő. Nyilvánvaló, ezt hogy... Ezt odasorolod? Nem ezt pont, de a paksi mentalitás az, hogy ha mindenki az saját utcáját egy irányúvá szeretné tenni, főleg amerre ő jár, és rajta kívül senki ne hajtson be. Megállni aztán fő lenne. Azt meg pláne? De ugye minden kívánságot nem lehet teljesíteni. Mindenki szentséggel, hogy a piasztére nem lehet leparkolni, de ha a parkolást akarjuk tiltani, akkor megjön az ellenkező kampány. Tehát itt nehéz, nagyon nehéz egy közlekedési helyzetet orvosolni.
Ugye nem mindenki kocsival akar már mindenhova menni, a gyerekét az iskola előtt akarja kirakni, az óda udvarba be akar állni. Tehát ezek mind, én is voltam kisgyerek és szülő, ez így természetes, de ezeket összhangba kell hozni a nem gyerek és szülőknek az igényével is. Tehát ez ennél bonyolultabb ez a dolog. Az elkerültnek, mondom, hangsúlyozom, nem csak az a lényeg, hogy a kamionok ne itt jöjjenek be a főutcán, ez tönkretéve a felújított főutcát, hanem hogy fölfűzzük rá ezt az egyutcás városképet. Igen, tehát egy körgyűrűje legyen. Igen. Igen, és akkor a tervpályázat. Milyen munkák érkeztek be? Nem tudom, mennyire vettél részt a bírálatba, sem ennyire? Természetesen figyelemmel kísértem, hogy ez egy ilyen egy ötletpályázatnak nem az a lényeg, hogy aki megnyerte, az egy az egyben megvalósul. Ez az ötletpályázat, hogy sok neves tervező letegye az álmát, amit majd, hogyha a város tervezők, akik helyépítési szabályzatot tervezik, akkor figyelembe vegyék azt, hogy mondjuk itt 4 lakásos, max 4 emeletes házak épülhessenek, ne pedig Manhattan, tehát 10 emeletes, vagy 15 emeletes ne engedjünk. Tehát ez leegyszerűsítve ilyen szinten megy, vagy hogy mennyire legyen a zöld felület aránya. Tehát a vezérelve azt, a vezérelvet határoz... meg egy olyan időt álló dolog legyen, mint a meglévő lakótelep. Most úgy néz ki, hogy nem preferálnak 10 emeletes lakóházakat, itt a 4 emeletes normál vidéki társasházi léptékekbe gondolkodnak a tervezők. És említetted ugye az új városközpontot. Most tudom már, hogy ezek nem egy jegyzőnek címezendő kérdések, de mégis azért rengeteg tapasztalat van a hátad mögött, és sok mindent láttál, hallottál. Látsz esélyt arra, hogy megépüljön, tehát hogy megtörténjen a volt konzervgyári terület olyan értelmű rehabilitációja, hogy mondjuk kiszorul onnan az ipari tevékenység? És minden csak pénzkérdése. Mennyi szerinted? Vannak, most nem hoztam el ezt a táblázatomat, mert készítettünk fölmérést, hogy körülbelül az ottani iparterületi kivásárlása mennyibe kerül. Én beszéltem egy-két tulajdonossal, azt mondták, hogy ha van az a pénz, akkor természetesen tovább állnak. Nagyon meg jó lehet ötlet venni. Egyébként, ez megint az én magán véleményem, hogy egyes funkciók tényleg nem oda van. Nem, tehát ez egy értékes. Most valójában őszintén, ennek a városnak legalább 3 városközpontja van, ami nincs. Tehát az Erzsébet szálló, a Városháza és a Műfház környéke, ez mind-mind ilyen mini város, de egyik se az igazi. És azért illenék egy ilyen település. Igen, tehát egyik se az igazi. Ez mind ilyen, tehát nem sikerült ezt a problémát megoldani. Nem állítom, hogy a mostani tervpályázati győztes, aki megálmodta, az a legjobb, de biztos, hogy ha azokat a funkciókat oda tudjuk telepíteni, amelyek egy városközpontra valók, tehát a Városháza, az egészségügy, az egyéb közhatalmi funkciók, akkor kialakulhat egy városmag, de mondom, ez pénz kérdése. Meg nem is egy-két év. Meg nem is egy, hát van még az időt, ha sok pénz van, akkor fel lehet gyorsítani, de nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban, mivel hogy se kiviteli tervek, semmi nem áll ennek rendelkezésre, csak maga az elképzelés, ez nem ebben a ciklusba megvalósítandó feladat. Tehát ez egy 4-5 éves ciklus. Igen, de egyébként, hát éppen ugye... De kezdeni kell valamit a tanúszodával, ami sokáig így nem tartható, fenn is műszaki állapota erősen kifogásolható. Tehát ráférne. Látogató központ, atomenergetikai múzeum. És hogyha ide jön a népesség növekedés a nyakunkra, akkor kezdeni kell valamit az egészségügyi szolgáltatás bővítésével, ami nem bővítés, hanem gyakorlatilag a jelenlegi jó szinten kell tartani. Ez a rendelőintézet 3. ütemét meg kell kezdeni. De hát ugye most ezen megy a nem vita, de hát az álláspontok egyeztetése, hiszen ezek olyan önkormányzati feladatok, amelyek jó része azért jön elő, mert itt egy állami beruházás kerül. Igen, tehát ez nem biztos, hogy így van, hogy mi nekünk van a finanszírozásra elképzelésünk, reméljük, hogy ebben hamarosan előre fogunk tudni lépni, rátok ebbe lehetőséget. Feladtad a labdát, gondolom, hogy ebben a helyi adóknak is szerepe lehet. Hol tartanak az ezzel kapcsolatos, finoman fogalmazok, hol tart az ügyintézés? Én azt mondom, hogy én látok, tehát én úgy gondolom, hogy meg fog oldódni ez az ügy, én úgy gondolom, hogy erre egy hónap múlva térünk vissza. Jó, és akkor mennyi pénzről beszélünk, hogyha... Hát ugye a város adó bevételei, vagy itt nagy számokról, itt milliárdokról van szó, már jelen pillanatban is, nyilvánvaló, hogy ezeknek a feladatoknak, amit csak itt röviden
igen, felvázoltunk, ez is több milliárd forintos, nyilván probléma. Nyilvánvaló, ezt nem egy év alatt kell megoldani. Mi, hogy itt adószámokról van szó, és ugye van itt egy elkötelezettségünk, egy vállalásunk a helyi vállalkozók felé, hogy záros határidőn belül megpróbáljuk megoldani azokat az adó emelésből adott gondokat, amelyek jelentkeztek náluk extra költségként, ezt tudjuk. Én bízok benne, hogy hamarosan, hogyha egy hónap múlva visszatérünk erre a kérdésre, akkor meg tudjuk nyugtatni már végleg a vállalkozói réteget is, hiszen nekünk nem célunk egyrészt a saját lakosságunkkal szembe menni, nem célunk olyan szabályozási környezetet létrehozni, hogy ne ide érje meg, aki még nem itt van, jönni, vagy aki itt van, az elmenjen. Tehát nekünk pont az a célunk, azért alakítunk iparterületet, hogy ne más városokba menjen. Így van. Legyen mi vagy az önkormányzatnak elsőlegesen a lehetőségek biztosítása a feladata. Természetesen vannak önkormányzati feladatok is, például óvoda, bölcsőd, stb. De elsődlegesen nekünk, ami a lehetőségünk tárházában van, hogy olyan jogszabályokat és olyan terveket alkossunk, amelyet meg lehet valósítani, és fölkelti a vállalkozók érdeklődését. Lehetne ez a végszó, de nem beszéltünk a felsőfokú képzésről. Nagyon röviden kérlek, mondd el, hogy a mostani egyeztetések, a mostani állás szerint mikor kezdődhet el az egyetemi képzés Pakson? Hogy ez egy a Bécsi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának kihelyezett szakképzése, Bécsi és Paksi központtal lenne. 18-19-es tariftól tervezi az egyetem. Ez az felsőfokú képzés, ez egyrészt a jogász diplomával rendelkezők részére egy szakjogászi képzést adna, másrészt pedig szintén egy szakképzést adna a nem jogász diplomával rendelkező, de diplomával felsőfokú végzettsége rendelkezők számára. Én úgy tudom, itt nincs behatárolva, hogy milyen diplomáról van szó. Természetesen nem ismerem még a felvételi követelményeket. Azt tudom, hogy a Pécsi Tudományegyetem az illetékes atomenergetikai szakképzésért felelős orosz szervezettel aláírta az együttműködési megállapodást. Most folyik az akkreditáció előkészítése, és ők igen elhatározottak arra, hogy már a következő tanévtől meginduljon. Ez egy 4, illetve 3 fél éves képzés lenne. Nyilvánvalóan nem jogi diplomával rendelkezők részére egy általános jogi előkészítés, alapjogági ismeretek elsajátítása, és utána hangsúlyt fektetnek a beruházás jogra, a környezetvédelemre, vízgazdálkodásra, közbeszerzésre, és minden, ami a beruházás lebonyolításához egy ügyintézői, középvezetői, vagy akár felsővezetőinek is szükséges ismereteket biztosít. Mire számítasz, lesz más szakon is képzés Pakson? Mivel, hogy ugye az egyetemek ezt azért csinálják, mert ugye ebből ők pénzt keresnek, hogyha van rá érdeklődés, én nem tartom kizártnak, hogy egyéb szakirányú képzés is beindul Pakson. Mi pedig akkor majd beszámolunk róla, és igen, újra elvárunk majd téged ide a Fortuna Rádió stúdiójába. Én köszönöm a nagyon-nagyon sok információt, amit megtudhattunk, és természetesen köszönöm a Fortuna Rádió minden hallgatójának a figyelmet. Maradjanak velünk, mert érdemes. Viszont hallásra, Vida Tündét hallották. Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. Mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unikum. Háttérinformációk egy csöpp eszenciával. Hetente új vendéggel. Vasárnap